A felelős állattartás fontosságára hívja fel a figyelmet a Komárom-Esztergom megyei Fidelitas. A sajtótájékoztatójukat a Jókai téren tartották meg október 1-én az Állatok Világnapján. A szervezet állatvédelmi kampányt indít a megye több településén. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalabb korosztály már általános iskolában megtanulja a helyes és felelős állattartás szabályait. Itt Komáromban szeretnék javaslatot tenni az általános és középfokú oktatási intézmények számára, hogy szélesebb körben tartsanak állatvédelmi oktatást. Tudomásul kell venni, hogy az állatoknak alapvetően egy alárendeltségi szerepköre van az emberekkel szemben. Védenünk kell őket. Ezért fontos, hogy az embereknek a gondolkodását meg tudjuk változtatni, esetleg javítani tudjunk rajta, ez az állatoknak is az érdeke. Javasoljuk az oktatási intézményeknek, hogy vegyék fel a kapcsolatot civil állatvédő egyesületekkel, szervezetekkel az oktatás megtartása érdekében. Ez egy Tatabányai példára épülő programsorozat. Tatabányán az egyik kutyás egyesület, a segítőkéz a kutyákért egyesület díjtalanul vállalta ennek az oktatásnak a megtartását. Bízunk benne egyébként, hogy érdemi szinten a helyi közösségnek is fontos lételem egyébként az, hogy az állatvédelmet együtt tudjunk erősíteni megyei szinten. A program sorozatot Tatabányai példára álmodták meg. Az iskolának kell lenni egyébként a befogadó szervezetnek úgymond ebben a tekintetben. Értelemszerűen egy ilyen interaktív, valószínűleg találkoznának kutyákkal, cicákkal adott esetben. Első körben egy bevezetővel kezdenék az oktatást. Ennek a fő része egyébként az, hogy hogyan kell gondozni eleve egy állatot, mert rengeteg olyan probléma van egyébként, hogy több ember bevállal különböző fajta típusú kutyákat, és gyakorlatilag aztán terveznek velük hosszú távon, és a menhelyen landolnak ebbe a tekintetben. Mi ezt akarunk egyszer egy felelős, tudatos nevelést elindítani ebbe a tekintetben. A másik része pedig, hogy szeretnénk szigorítani majd egy másik sajtótájékoztató keretében a megyei szinten az állatvédelmet, és az egyéb állatkínzások tekintetében pénzbírságot önkormányzatoknak javasolni, úgymond egy ilyen rendelet módosítást, mondjuk ez egy másik kitérője lesz ennek a dolognak, de az oktatás lévén, az oktatás tekintetében erre épülne fel a tematika. A kezdeményezést a Fidelitas komáromi csoportja is támogatja. Úgy gondolom, hogy kiemelten fontos az, hogy a gyermekek minél fiatalabb korban tisztában legyenek az állattartás alapjaival. Úgy gondolom, hogy ez az oktatás arra is jó lehet, hogy megismerkedjenek az állatmenhelyek működésével, az örökbefogadás lehetőségeivel akár, így talán az állatmenhelyeknek is a telítettsége csökkenhet ezáltal, hogy megtanulják, hogy hogyan kell állatot tartani, hogyan kell róluk gondoskodni, és így talán nem újat vesznek szaporítóktól akárhonnan, hanem elmennek egy menhelyre.